A Magyar Női Unió 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy a vidéki nőket és általuk a családokat érjék el a klasszikus értékrenddel, mondta Batthyány Schmidt Margit elnök. Ahol az öt sarokkő, mint hit, család, nemzet, anyaföld és közösség, hogy ezek a legfontosabbak. A cél az az volt, hogy a vidéki nőket segítsük, ellássuk információval. Hatodik alkalommal szervezik meg a vidéki nők napját, ebből háromszor járt Tolnán a sorozat. Az elnök azt mondja, a pandémia azt mutatta meg többek között, hogy a családi egység az, amiből egy vészhelyzet idején táplálkozni lehet. Nagyon sok minden van a nőkön, és nem beszélve arról, hogy emellett nekik azért, tehát egy kereset nem elég egy családban. És mondom, megint csak ez az, hogyha nő-férfi, tehát apa, anya, gyerekek, egy ilyen családról beszélünk, de nagyon sok a csonka család. Magyarországon 300 ezer csonka család él, és tehát hogy annak a nőnek mindent meg kell tennie. Batthyány Schmidt Margit azt mondja, a nőknek vissza kell kapnia a megbecsülést akkor is, ha a családban elfoglalt pozíciója a legfontosabb feladata az életében. Nagyon fontos lenne, hogy a nők büszkék legyenek önmagukra, és arra a szerepre, melyet betöltenek a családban és a társadalomban.